Hosszantartó méltósággal viselt betegségben elhunyt Ríz Levente, Rákosmente polgármestere, aki 2006 óta vezette a 17. kerületet. Középiskolai tanulmányait az egykori Fűr Sándor, ma Balasi Bálint gimnáziumban végezte 1989 és 1993 között. A városvezető az ELTE BTK történelem, politológia és összehasonlító irodalomtudomány szakár szerzett diplomát, ezt követően közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát is tett. 1997-től 11 éven keresztül a Rákos Keresztúri Pálapostól Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanáraként oktatta az odajáró tanulókat. A Fidesz kötelékében 1997 óta dolgozott. Kezdetben a parlamenti frakció szakértője volt, majd 1998 és 2002 között az Oktatási Minisztériumban miniszteri tanácsadóként tevékenykedett. 2006-ban Rákos mente polgármesterévé választották. Ugyanekkor a Fidesz fővárosi listáján bejutott a fővárosi közgyűlésbe is. A 2010-es országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként már az első fordulóban elnyerte a mandátumot, és több mint kétharmados arányban győzedelmeskedett. Városvezetői pozícióját a 2014-es fogsaláskor is megőrizte, budapesti viszonylatban legnagyobb szavazatarányjal támogatott kormánypárti polgármesterként. 2019. augusztus 13-án közösségi oldalán jelentette be, betegség miatt nem indul újra az októberi önkormányzati választásokon. Szeptember 19-én életének 45. esztendeiben érte a halál. Aznap este 20 órától a polgármesteri hivatal épülete előtt közös néma gyertygyújtással emlékeztek Ríz Leventére önkormányzati képviselők, munkatársak, tisztelők és barátok, valamint a kerület polgárai.